Június 21. Íme vettetett sokak elestére és feltámadására Izraelben, és jegyül, akinek sokan ellene mondanak. Sőt, a te lelkedet is áthatja az éles tör, hogy sok szív gondolatai nyilvánvalókká legyenek. Miután megérkeztek a kivégzés helyére, a foglyokat a keresztfákhoz kötözték. A két tolvaj dulakodott a katonákkal. Jézus azonban semmi ellenállást nem fejtett ki. Jézus édesanyja a szeretett tanítvány János támogatásával elkísérte fiát a Golgotáig. Látta, amikor Jézus összeesett a kereszt terhe alatt, és szerette volna segítő kezét megsebzett feje alá tenni, megmosni homlokát, amely régen az ő keblén nyugodott. Azonban semmit sem tehetett. A tanítványokkal együtt Mária is ápolta még magában a reménységet, hogy Jézus nyilvánvalóan megmutatja hatalmát és megszabadítja magát ellenségeitől. De ismét elcsüggett a szíve, amikor visszaemlékezett azokra a szavakra, amelyekkel Jézus előre megmondta az éppen bekövetkezett eseményeket. Mária gyötrelmes várakozással nézte, amint a tolvajokat a keresztfához kötötték. Vajon annak is el kell szenvednie a keresztre feszítést, aki a halottnak visszaadta az életét? Vajon Isten fia megengedi-e, hogy őt is ilyen kegyetlenül gyilkolják meg? Fel kell-e adnia azt a hitét, hogy Jézus volt a messiás? Tanúja lesz Jézus szégyenének és fájdalmának, megfosztva még attól a lehetőségtől is, hogy szolgáljon neki nyomorúságában? Látta fia kifeszített kezét a kereszten. A kalapács és a szögek is ott voltak. Amikor a szögeket átverték a megváltó testén, a porig sújtott tanítványoknak el kellett vinniük Jézus ájult édesanyját a kegyetlen jelenet helyszínéről. Ellengé vált Jézus élete 656. oldal.